1995-ben indult el a lelki segélyszolgálat Győrben. Szakemberek szerint szükség volt a fiataloknak egy olyan elérhetőségre, amely a nap 24 órájában hívható. A 20 évnek van még egy 7 év előzménye. 1988-ban indítottuk el a gyerekeknek Győrbe a Mikulás ünnepségeket, és 90-től leveleztünk a gyerekekkel, és 3-4 év után azt tapasztaltuk, hogy évközben is érkeznek levelek a gyerekektől, de ott már nem a Mikuláshoz ajándékért meg ilyenért, hanem a közben serdült fiatalok írták le a problémát, amit nem tudtak sehol megbeszélni, se szülővel, se iskolával, se szakemberrel. Dr. Varga Gábor pszichiáter főorvos tanácsára létrehozták az MM vonalat, amely anonim statisztikák nem készülnek a hívások pontos számáról, de hatására kevesebb a gyermek és fiatalkori öngyilkosság. Addig, amíg mi ezt nem csináltuk, addig Győrbe 12-14 gyermek öngyilkosság volt Győr és vonzás körzetébe. Majd ahogy nálunk emelkedtek a nagyon nehéz öngyilkossági krízis hívások, úgy érdekes mód valószínű, én nem mondom, hogy ezért, de valószínű, hiszen a szakrendeléseken nem jelentek meg ezek a problémák a fiataloknál, és csökkent 1-2-3-ra, és ez azóta is tartja. És én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, ha így visszaszámolunk 20 év alatt. Néhány száz kisgyereknek az életét mentettük meg, és ha egyét mentettük meg, akkor az egész világot megmentettük. Képzett, tapasztalt munkatársak fogadják 20 éve a fiatalok sokszor kétségbe esett hívásait. A rendszer egyébként jól működik, az önkénteseket folyamatosan képzik, tehát ezzel nincs probléma, és még az önkéntes utánpótlás is meg lenne, de én azt gondolom, hogy egy nagyfokú fiatalitás ráférne a szervezetre, már csak azért is, hogyha fiatalok fölhívják őket, tehát egy 16-17 éves fiatal, vagy akár egy 20 éves fiatal fölhívja a drog problémájával, az öngyilkossági szándékával, bármi mással fölhívja, nem baj, hogyha egy 20-30 éves fiatallal tud beszélni. Jelen pillanatban ez nincs meg. Jelen pillanatban azért az ügyelőknek, vagy az önkénteseknek az átlag életkora az, hát ha jó indulattal azt mondom, hogy 50 pluszos, rossz, ha komolyabban azt mondom, akkor 60 pluszos. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan változtatás szükséges, hogy a fiatalokat az önkéntes munkára is bevonjuk, fiatalok vállalják ezt a feladatot. Borsi Róbert önkormányzati képviselő is elismerően beszélt a szervezet munkájáról. Nagyon fontos, hogy vannak olyan személyek, akik a vonal túlvégén, anélkül, hogy megkérdeznék, hogy az illető kicsoda, mivel foglalkozik, segítséget tudnak számukra nyújtani, és ezáltal azt a lelki békét visszaállítani, amiből ők kibillentek. Ez azt gondolom, hogy egy elismerésre méltó példa, főleg akkor, hogyha ezt önkéntesen és gyakorlatilag fizetés nélkül végzik. Én azt gondolom, hogy az elmúlt két évtizedben nagyon sok olyan embernek, nagyon sok olyan fiatalnak, itt több ezres vagy tízezres számról beszélünk, tudtak segíteni, akik rászorultak és akiknek szükségük volt a segítségre. Az évforduló alkalmából idén a Nemzetközi Szent Miklós Béke Világtanács az MM vonal közreműködőit és támogatóit Szent Miklós elismerésekkel jutalmazta.